Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Vendégem Gál Péter Pála, a Fehérvár AV19 elnöke. Tisztelettel köszöntelek. Tisztelettel köszöntelek én is, és örülök, nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ilyen sorozat részeként itt lehetek. Örülök, hogy itt vagy velünk, annál is inkább, mert hogy egyre inkább bebizonyosodik ezzel a Covid-dal terhelt időszakban, hogy milyen óriási szükségünk van a sportra, hiszen a koronavírus járvány időszakában, ha valami nagyon hiányzott, sok minden hiányzott nyilvánvaló, de a közösségi lét egyik alap eleme, pillére Székesfehérváron mindenképpen a sport, és persze a kultúra, de a sport az kicsit más, a jégkorong pedig nagyon más. Mondom ezt azért, mert hogy amikor megszületett a megoldás a volán szétesésére 1977-ben, folyamatosan szinten van a jégkorong, fantasztikus pillanatokat szereztek a hokisok nekünk, és hát folyamatosan figyelemmel kíséri, szurkolói nemzedékek nőttek fel a hokin, és én azt gondolom, hogy jogosan, és hiába mondják, hogy a Raktár utca egy istálló, a rossz ízű pesti szlogen szerint, mi bizony büszkék vagyunk rá, akik ellátogatunk egy-egy mérkőzésre, hiszen most már idestova több mint 4 évtizede fantasztikus sikernek vagyunk részesei. Mielőtt azonban arról beszélnénk, hogy hol tartunk ma, természetesen egy kicsit Evezz a mélyre címszó alatt azt az emberi szakmai pályafutást vesszük nyilván górcső alá, ami a te pályafutásodat jellemzi. Egy kicsit menjünk vissza a múltba, hiszen nem is volt olyan nagyon régen, amikor még, ha úgy tetszik, szárnyalt például a Jobbik, hogy Székesfehérváron egy olyan konzervatív képviselőtestületi csapat alakult ki, amelynek szerves és nagyon-nagyon fontos része volt. Mi gyakorta beszélgettünk akkor, hiszen ez már a 21. században volt, de akkor egy kicsit most tessék szó a politikai szerepvállalásodról, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy ha úgy tetszik, lokálpatriótának születtél, ős székesfehérvári vagy, aki politikai szerepvállalás előtt is mindent megtett a városunkért. Igen, ezt csak megerősíteni tudom, hogy szinte lokálpatriótaként születtem. Anyai ágon már a nagyszüleim is székesfehérvári születésűek voltak. Több szálon kötöttek bizonyos fehérvári történetekhez, történésekhez. Úgyhogy nem volt nehéz, hogyha ezt a szegmest vizsgáljuk most a közéleti szerepvállalásomat. Annak idején, amikor úgy döntöttem, hogy ebben az irányban lépek és elindulok, hogy egyfajta nemzeti konzervatív vonal mellett mindenképpen lokálpatrióta politikai szerepet vállaljak. Tartottam, eddig tartott, folyamatosan egész idő alatt az egyik vezérlőfonal az volt ebben az időintervallumban számomra, hogy mindig is Székesfehérvár. Tehát nem vonzott, és nem is gondolkodtam extra módon országos, fővárosi vagy országos politikai szerepvállalásban, ahogy mondod, mindig is az érdekelt, hogy itt Fehérváron próbáljuk a mi helyi életünket olyan irányba terelni, olyan dolgokat megoldani és megvalósítani, ami az itteni közösségeknek, legyen a sport, kultúra, vagy bármilyen más közéleti közösség egy kicsit segítsen, és valóban ennek az égisze alatt tudott létrejönni az általad említett konzervatív politikai koalíció, aminek részese lettem, egy azóta már számomra megszűnt politikai formáció tagjaként. Igen, hát Fidesz, KDNP és a Kisgazdák is benne voltak, és én azt gondolom, igen, hogy attól függetlenül, hogy egy nehéz időszakot élt meg a város is abban az időszakban, de az az értékrend, amit ez a csapat, ez a koalíció képviselt, nagyon sokat segített abban, hogy most ott tartunk, ahol vagyunk. Voltam vagyongazdálkodási és sportbizottság elnök is. Igen. Ezek a sport, ugye Székesfehérvár rendkívül fontos. Én azt gondolom, hogy a vagyongazdálkodási bizottságról azért nem kérdezlek, hiszen ott olyan lakásfelújítások, stb. Minden olyan volt, ami meghatározta az akkori életünket, viszont a sportbizottsági elnökséged idején is nagyon sok minden történt. Miként emlékezel ezerre az időszakra? Hú, hát nem ma volt, ez tény és való, de arra határozottan emlékszem, hogy igen, kezdésként sportbizottsági elnökként is dolgozhattam, ez nagy megtiszteltetés volt, és nagy feladat is, mert abban az időszakban gyakorlatilag
visszaemlékezésem szerint kicsit újra kellett építeni Fehérváron a sporttámogatások rendszerét és mértékét. Nyilvánvalóan a város gyengébb gazdasági helyzetének is köszönhetően a minket megelőző politikai formáció vagy városvezetés alatt a sport egy kicsit elveszítette a támogatottságát, itt gondolok főleg az anyagi támogatottságára, legalábbis a sportnak egy nagyobb szegmense, kivéve belőle extra nagy egyesületeket, és egy kicsit ezen a téren próbáltam én, legalábbis ez volt a filozófiám, a hitvallásom, amikor elkezdtem, hogy próbáljunk itt egy kicsit rendet tenni, és a Fehérvár közössége számára fontos sportágakban, sporttevékenységben próbáljunk egy kicsit többet adni. Természetesen a többet adáshoz aztán el kellett menni a politikai szintérnek egy másik oldalára, a tisztán gazdálkodási oldalról megközelített költségvetési vitákba, hogy ott tudjuk megteremteni az alapját annak, hogy legyen miből végrehajtani azokat a kis plusz forrás megteremtéseket, amiben én gondolkodtam. Én azt gondolom, hogy abban az időszakban, amikor ezt a munkát végeztem, azzal a bizottsággal, azokkal a bizottsági tagokkal és azzal a felfogással, ami ezt körülvette, sikerült lépéseket elérnünk egyébként a tekintetben, hogy egy kicsit növeljük vagy stabilizáljuk a sporttámogatásokat a város számára fontos sportágokban. És nem feledhetjük, hogy erre az időszakra tehető, hogy az Albacomp ismét elkezdett szárnyalni, a Cornexi sikerek jöttek, és a jégkorong pedig a szokásos magas szinten teljesített, ami azt is vetítette előre, hogy előbb-utóbb lépni kell. És én azt gondolom, hogy amikor lemondtál, ez ugye 2012-ben volt, ilyen értelemben meg kell, hogy szülessék egy gondolata, hogyan továbbról. Tulajdonképpen az akkori lemondásom, illetve a politikai szintéről való kivonulásom, az több folyamatnak is köszönhető. Nem éreztem jól magam a bőrömben, akkor már, annak a formációnak a politikusaként, amit Jobbiknak hívtak, és amely formáció már akkor kezdte elveszíteni azt az identitását, ami miatt számomra mondjuk a 2000-es évek elején, amikor ez az egész munka és együtt dolgozás, együtt gondolkodás azzal a csapattal elkezdődött, még jelentett. Úgyhogy ebből a szempontból ez nyilván megkönnyítette azt a döntésemet, hogy én szeretnék továbbra is a városomért dolgozni, de valószínűleg már nem ez a szintér az, ahol ezt meg lehet tenni. Én akkor még Vona Gábor volt a Jobbik elnöke, én elmentem hozzá több kisebb beszélgetés után egy komolyabb megbeszélésre, aminek a végén azt a konklúziót kellett levonnom, hogy nekem innen távoznom kell, mert nem egyezik a véleményünk a tekintetben, hogy egy városban, egy városért politizáló embernek milyen feladatai és milyen kötelezettségei lehetnek egyáltalán a Jobbikban. Merőben más elképzelésünk volt erről. Én sokkal fontosabbnak tartottam a lokálpatriotizmust bármiféle politikai hovatartozásnál, ezért a lelkiismeretem szerint döntöttem akkor. És a lelkiismeretem szerint akkor ki kellett lépnem a Jobbikból. Ez viszont nálam magával hozta azt, hogy lemondok a képviselői mandátumról. Ez nem volt nagy divat, azóta sem egyébként, de én úgy gondolom, hogy ez így kerek. Ha az ember kilép egy formációból, ami alapján ott megszavazták, és nem tud azonosulni azzal az irányjal, azzal a folyamattal, ami ott zajlik, akkor a mandátumot is adja vissza, én visszaadtam. Ez mellett egyébként volt bennem egy határozott igény arra, hogy tovább folytassak valami fajta munkát ebben a városban, amit ha már elkezdtem, és azt a tapasztalatot, tudást, ha nem hangzik talán ez nagyképűen, amit összeszedtem közéleti, önkormányzati képviselői munkám során bizottsági elnökként, akár a sport, akár a vagyongazdálkodási bizottság elnökeként, azt kamatoztassam. Leültem akkor jegyzőúrral, aztán később polgármester úrral, hogy van-e bennük is esetleg arra hajlandóság, hogy együtt dolgozzunk már mint a Városháza, kvázi a polgármesteri hivatal alkalmazottjaként néhány olyan projektben, ami a város számára hasznos lett. Ők hála Istennek úgy érezték, hogy érdemes ebbe belevágni, úgyhogy a következő években aztán már mint civil
dolgoztam bizonyos városi ügyekben a háttérben. Tehát tudatos döntés eredménye volt. És azóta ezerszer bebizonyosodott ez a játékos szöveg, hogy a lokál, kiderült, hogy a lokál patrióta nem idióta, maradjunk ennyiben. Mert hogy azért tart Székesfehérvár itt, mert igenis lokál patrióták vesznek körül bennünket, és intézik a város ügyeit. Volt határozott jövőképed a lemondásod után, most eltekintve a városért tett további munkától? Hát tulajdonképpen ez volt a jövőképem, ha mondhatjuk így azért visszakanyarodva, hogy valahol itt szeretném megtalálni a jövőmet mindenképpen ezen a területen. Ha nem jött volna össze ez a fajta munka, akkor nyilván megtaláltam volna ezt úgy civilként, hogy valami fajta önálló vállalkozásként, önálló szervezetet alapítva valami ilyen fajta munkát kezdjek el, de szerencsére aztán ebben nem kellett gondolkodnom. Létrejött az a megállapodás, és összejött az a lehetőség, hogy gyakorlatilag közalkalmazottként, köztisztviselőként dolgozhassak. Ennek ezért is megtettem egyébként mindent. Köztisztviselői vizsgát, szakvizsgát tettem, hogy jobban képbe kerüljek, ne csak a politikusként megszerzett tudásom legyen meg, hanem legyen meg egy kicsit a másik oldalról is az a szakmai készségképesség, amit egy ilyen közigazgatási szakvizsga jelent. Úgyhogy azt is letettem tisztességgel, és igyekeztem így helytállni. Most ugrunk egyet, és megérkezünk a jégkorunkhoz. Hogy jött a megkeresés, hogy jött a lehetőség? Hiszen azt nagyon is tudjuk, hogyha Székesfehérvár alapja, nem csak nézőszám szempontjából, hanem elkötelezettség szempontjából is a sport, ha úgy tetszik. És hát a jégkorong, ahogy már a bevezetőmben említettem, mindig is fantasztikusan népszerű volt. És ráadásul előbb-utóbb ugye megjöttek a sikerek, és nem olyan álsikerek, mint például Jászberényt említem adott esetben, hiszen megszűnt a jégkorong, egy ideig volt a Lehelnek köszönhető, hanem tudtuk, hogy a hoki az mindig alapsportág marad. Ez így igaz. A történet, a hokis történet egyébként sokak számára nyilván meglepő, előbb kezdődik, korábbra datálódik, mint például a közéleti megjelenésem vagy szerepvállalásom, hiszen az első írásos emlék, ha mondhatjuk így, nemrég egy vagy két éve tette elém egy kolléganőnk az újság kivágást, 1999-re datálódik. Sárvári Laci bácsi, a mindenki által kedvelt és ismert fehérvári sportvezető, aki akkor az Alvóolán SC ügyvezetőjeként dolgozott már, volt az, aki megkeresett, hogy ha már ott tüsténkedem a hoki körül, és ott vagyok a meccseken, és próbálok segíteni, ami akkor már így is volt, 99-ben legyek a kvázi szakosztályvezetésük tagja, úgyhogy szakosztálytitkárként kezdtem meg működésemet akkor 99-ben a fehérvári jégkorong mellett, és ez azóta folyamatos. Szakosztálytitkárból vezetőségi tagként folyamatosan Ocskai Gábor, idősebb Ocskai Gábor mellett figyelgettem, és próbáltam minél hasznosabb tagja lenni a háttérben annak a csapatnak, amelyik segíti ezt a akkor még Alvóolán SC-t, a jégkorong szakosztályt életben maradni, főleg pénzügyileg, gazdaságilag és technikailag, szervezetileg. Aztán így alakult szépen az élet, kiegészítette egymást a két dolog. Nyilván a 2006-os önkormányzati képviselővé válásom, sportbizottsági elnöké válásom tudta segíteni azt a munkát. Ez megerősítés volt. Igen, ez megerősítés is volt, hiszen akkor már a sportban önkéntesként, amatőrként az egyik városi sportszervezetben dolgozva kaptam sportfeladatokat közéleti szinten is. Aztán a közéleti szinten vállalt sportfeladataim nyilván segítettek abban, hogy az egyesületi munkám is tovább tudjon erősödni hasznosság szempontjából. Tehát így kiegészítette egymásról. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy mondjuk sportbizottsági elnökként elfogultan csak a jégkorong szakosztály érdekeit néztem volna, ezt bártam fölvállalom, és vissza lehet nézni mindenféle döntéseket. Próbáltam egészében nézni mindig is a fehérvári sportot, de a hokiban már akkor is megvolt a szerepvállalásom. Mindig igyekeztünk, és személy szerint igyekeztem azon, hogy lehetővé tegyük a város oldaláról is azt, hogy ez egy gazdaságilag, pénzügyileg működőképes
történet legyen a szakosztály részére, hogy le tudjuk követni pénzügyileg azokat az előremutató elképzeléseket, amiket ugye Ocskai Gábor elképzelt, és ami elképzelések mentén mindig bátran igyekezett előre felé építeni ezt a fehérvári sportszervezetet. Ugye ő azért 40 évig építette ezt a szervezetet, nagyon komoly alapokat rakott le, és nagyon komoly döntések fűződnek a nevéhez, amik aztán utólag mindig bebizonyosodtak, hogy helyes irányba vitték ezt a hokin belül is, nem csak a magyar hokit, mert azt is, hanem a hokin belül is a fehérvári jégkorong történetét. Nagyon fontos történet ez, annál is inkább, hiszen lépésről lépésre haladt a klub, ahogy tetszik, egészen az Ébelig. Ugye az Ébel egy óriási lépcső volt, azzal együtt nyilvánvaló, hogy kellett egy bázis, egy olyan utánpótlás bázis megteremteni a ifjabb Ocskai Gábor jégkorong, most már ugye nemzeti akadémiával, ami azt hiszem, hogy példa arra, hogy hogyan lehet a semmiből egy új másik világot építeni. És ebben kulcs szereped volt, és pontosan ezért kérdezlek, hogy mi minden kell ahhoz, hogy egy ilyen ugrásszerű fejlődés ne fusson zátonyra. Hiszen itt az eredményességet, a pénzt, a pénzparipa fegyvert, mindent sorba kell venni ahhoz, hogy egyáltalán ezt az óriási lépést megtegye egy klub és a klub vezetés. Hát tulajdonképpen összetett a dolog mindenképp. Nyilván egyrészt, amivel már korábban beszéltem, valahogy meg látni kell, legalábbis ma már azt mondom, hogy mindenképpen látni kell legalább pár év lerőle azt a gazdasági pénzügyi struktúrát, ami mentén úgy érzed, hogy életképes az a szervezet, az a struktúra, amit a munkatársakkal fölállítottál. Másrészt pedig olyan szervezet kell, ahol mindenki egy irányba húz, ahol olyan emberek dolgoznak együtt, akikben mindig van jövőkép, akik azért akik ki tudnak mindig találni valamit, mindig tudnak valami olyan újat hozni. Most szervezetem belül értem ezt a dologba, amitől az fejlődik, amitől az folyamatosan az élen van, amitől az folyamatosan egy sportág zászlóshajójaként kell, hogy számba vevődjék, csúnya szóval élve, és ez megvolt. És ez megvolt. Ugye egy kicsit itt arra hadd térjek ki, hogy 2017-ben történt ugye a fehérvári jégkorong életében egy komoly szervezeti változás. Ugye az Albaulán SC-ből különváltan létrejött a Fehérvár AV19 SC, és ennek az SC-nek lettem aztán én a kezdetektől fogva az elnöke, és egyben kvázi ügyvezetője is, hiszen a napi munkában is tevékenyen veszek részt, a napi munkában is irányítom ezt a szervezetet, ezt a sportegyesületet. Az idősebb Ocskai Gábor által parádésan és megsüvegelendő módon lerakott alapokra igyekszünk azóta is építeni, ezt kellett tovább építeni. Nyilvánvalóan sok mindent a 21. század kihívásaihoz kell igazítani, mind szervezeti fronton, mind pénzügyi fronton, mind a szponzori és a társadalmi kapcsolatokban, mind a csapatépítésben, de az alapokat, azokat megtartottuk, tiszteljük és becsüljük, és arra építkezünk. Ezt csak azért mondom el itt, mert talán így lesz érthető az, hogy hogyan lehet továbbra is Fehérváron mindig úgy gondolkodni, és mindig úgy építkezni, hogy valamiben az élen járjunk. És ennek a gondolkodásnak a folyamányaként beszélhetünk most arról, hogy mondjuk a Gábor, Ocskai Gábor munkájának köszönhetően, az akadémiánál végzett, elmúlt 10 évben végzett munkának köszönhetően az Egyesület, most már mint Fehérvár AV19 SC, a Fehérvári Jégkorong Egyesület, a nemzetközi szinten játszó csapat megítélés és megkerülhetetlensége voltak talán azok az összetevők, ami miatt fel sem merülhetett a döntéshozóban, hogy ne Fehérváron jöjjön létre a jégkorongban is létrehozott nemzeti akadémia rendszer egyik akadémiája, és ezen belül ugye hokiban 4 nemzeti akadémia lett a mostani döntés értelmében, hogy ezen belül ne Fehérvár legyen az a módszertani központ, amelyik kvázi egy szakmai vezetője a nemzeti akadémia programnak a hoki sportágán belül. Erre nagyon büszke vagyok személy szerint én is, de joggal lehet büszke rá mindenki, aki az akadémián dolgozott, és
lássuk be, és ez így igazságos is, ebben a döntő érdem az övék. Ebben Ocskai Gábor és csapatája a döntő érdem, hogy az akadémiát is tovább tudták húzni egy olyan fronton, amiből aztán a Nemzeti Akadémia rendszer megkerülhetetlen tagjává válik. Most egy közös feladatunk van abban, hogy ezt is tovább építsük úgy, hogy ott a módszertani központnak megfelelő strukturális szakmai létesítmények létrejöjjenek, a létesítményeink megújuljanak, hogy továbbra is megfelelő bázis legyen mennyiségileg is, de aztán főleg minőségileg is az ott pallérozódó fiatal sportolókból. Nyilvánvalóan ez az egész szervezetnek egy olyan célja, egy olyan feladata, ami legalább annyira fontos, mint hogy a kirakatnak számító Ice-ligában küzdő csapatnak a mindenkori teljesítménye, mindenkori imidzse is az egyik alapfeltétel annak, hogy a klub működőképessége, fenntarthatósága rendben legyen. Nyilvánvalóan az Ice-liga, ha úgy tetszik, nagyon-nagyon fontos számunkra, hiszen az a kirakat. De nagyon fontos a titánok szereplése, hiszen a felfelé áramoltatás az folyamatos ebben az értelemben, és kellenek a töpörtjük is, tehát az akadémia ahhoz, hogy folyamatos legyen az utánpótlás. Költségvetési szempontból ez ugye óriási felelősséggel jár, annál is inkább, hiszen nem titok, 1 milliárdnál több a költségvetés, és ebből ugye bár én azt mondom, hogy a jegybevétel kiugróan magas, de az is olyan 10% körül van, gondolom, mondom én, és hát TAO forrás van, önkormányzati támogatás, viszont az a jó, hogy a székesfehérvári vállalkozások egyre inkább rájönnek arra, hogy a jégkorong egy kicsit más. De ehhez viszont egy olyan elnökség kell, olyan vezetés kell, aki hiteles. Hát köszönöm szépen, de olyanképpen ez is egy óriási küzdelem, ami végigkíséri az életünket, az éveinket, hiszen mint minden sportszervezet életében, ilyen hokinál is folyamatos mozgásban van a támogatói, a szponzori kör. Ez az élet velejárója. Vannak, akik csak egy ideig tudnak mellettünk maradni, vannak, akik új szereplők a képben. Nagyon fontos az, hogy mindig törekedjünk arra, hogy legyen a stabilitás mellett, tehát ami alatt azt értem, hogy a legtöbb támogatónkat hosszú távra meg tudjuk őrizni, de mindig legyen egyfajta megújulás is, mindig tudjunk érdekessé válni és érdekesek lenni új belépők számára, a gazdasági terület szereplői közül váljunk érdekessé új és új szponzorok számára. Lekopogom, ez jelenleg működik, tehát ha van lemorzsolódás, de Covid ide vagy oda, erre nagyon büszke vagyok, és ez a munkatársaim hozzáállását hozzáállását dicséri, és az ő dicséretükre váljék, hogy a Covid alatt is jöttek új támogatók, jelentek meg új szponzorok a jégkorong csapata az SC életében gyakorlatilag. Nyilvánvalóan egy másik történet az, hogy közben az állam úgy döntött, hogy a Nemzeti Akadémia rendszert részrehozza. Ugye azt, aki ezt egy kicsit követi, azok számára nem mondok újdonságot azzal, hogy maga a Nemzeti Akadémia működtetése, mint rendszer, az egy állami finanszírozású területté vált így a jégkorongban. Nyilvánvalóan ez egy másik sztori. A TAO rendszer felhasználására a jégkorong sport, mint látványsportág ugye jogosult. Ebből van szelete a felnőtt, vagy hát mi úgy, hogy felnőtt, de igazából az Ice-ligában szereplő profi csapatnak és a felszerelések tekintetében, de döntően a TAO felhasználásnak a legnagyobb jogosultja és legnagyobb támogatottja az maga az utánpótlás rendszer. A kis srácokkal, a törpéknél kezdődő akadémiai rendszer, a 16 éves korig, amitől aztán majd most már nemzeti akadémivá válnak. Tehát így áll össze ez az egész, és nagyon fontos lába, amit te már említettél, hogy a beágyazottságunk a városon belül megmaradjon, amíg ennek a városnak a gazdasági ereje lehetővé teszi, addig a város ne csak tudja, hanem akarja is és szeresse is támogatni a jégkorongot, ezért is nagyon sokat dolgozunk. Talán a munkánknak nagyon fontos eleme volt, hogy amikor 17-ben átalakultunk, utána 1-2 évvel leültünk, és átgondoltuk a kollégáimmal, hogy mi az, amiben fejlődnünk kell, és szerintem nagyon helyesen rá úgy döntöttünk, hogy egy kicsit új szemlélettel kell hozzáállnunk a szponzori együttműködéshez. Sokkal fontosabb ma már
úgy vesszük észre a szponzorink, a támogatóink számára a társadalmi szerepvállalásnak, a közös társadalmi megjelenésnek a kihangsúlyozása, megjelenése ennek az együttműködésünkben. Nagyon fontos számukra, hogy együtt a szponzorált és a támogató közösen egy olyan pozitív képet, imást tudjon magáról közvetíteni a közösség, a kisebb vagy szélesebb spektrumban vett közösség számára, ami nem csak számunkra fontos, hanem úgy érzem már számukra is az egyik alapvető feltétel, tehát ezeknek a támogatóknak, mint cégeknek, vállalatoknak, vállalkozásoknak a vezető is rájöttek arra, hogy a pozitív megítélés rettenetesen fontos. Vegyünk csak egy példát erre, nem akarok ilyen apró részletekbe belemenni, de csak egy apró példával, hadd illusztráljam, munkaerőpiac. Nagyon nem mindegy, hogy most a Covid előtti időszakról beszélek, de talán a Covid alattiról is beszélhetünk, amikor a munkaerőpiacon Magyarországon inkább hiányról beszélgethetünk, munkaerőhiányról, mint munkaerőválságról, vagyis a munkaerőválságot inkább a hiány jelenti, amikor küzdenek a különböző cégek, főleg a kvalifikált munkaerőért, akkor nagyon fontos, hogy rajtunk keresztül például olyan pozitív üzeneteket tudjon sugározni a közösségnek, hogy ő egy a közösség fejlesztésében érdekelt, pozitív szemléletű olyan munkahely, olyan vállalkozás, cég, ahova érdemes elmenni dolgozni. Mi ebben igyekszünk segíteni, és hála Istennek olyanok is a partnereink, hogy érdemes is őket segíteni, mert nagyon jól való lokálpatriota gondolkozású cégek vannak itt Fehérváron, akikkel így a szponzori megbeszéléseken találkozva és beszélgetve nagyon jó esik sokszor, hogy ilyen érzésekkel tudok felállni egy asztaltól, hogy hát nem csak a hokiklub vezetője lokálpatrióta, hanem igenis a cégek vezetői vagy vezetői testületében ülők között is nagyon sok olyan ember van, aki tényleg így gondolkodik és felelősen, és érdekelt abban, hogy közösen lépjünk valamerre. És ehhez hozzájárul méghozzá szerves része, hogy így ebben a formában egyszerűbb hazacsábítani külföldről azokat a kiváló válogatott játékosokat, akik tulajdonképpen, ha úgy tetszik, szintet léptek, amikor elmentek, viszont hazajöttek, és kiderül, hogy az is szint, ahova hazajöttek. És ez a kettőség egyrészt az utánpótlásból, a szakszerű utánpótlás nevelésnek köszönhetően a külföldiek és azok a magyar sztárok, akik most már a Volán tagjai, én azt gondolom, hogy egy szerves egységet alkotnak. Igen, egyébként ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdéskör, hogy hogyan sikerül és miképp hazacsábítani olyan a válogatottban is meghatározó magyar játékosokat, akik egyébként még külföldön is el tudnák tulajdonképpen adni magukat, és még akár pár évig játszhatnának külföldön is, de képesek voltak és hajlandók voltak, és jó szájízzel tehették, vagy választhatták azt, hogy hazajönnek Magyarországra is Fehérváron egy nemzetközi szinten játszó csapatban folytatják a sportpályafutásukat. Ehhez mindenképp az kellett, hogy egy olyan perspektívát tudjunk nekik felmutatni, ami egy évnél hosszabb, egy hosszabb periódus, egy hosszabb kifutású építkezést tudjunk felvázolni nekik. Ugye nem titok, hogy ebben is teljes mértékben úttörők voltunk a magyar jégkorong sporták történetében, hogy először kötöttünk 5 éves megállapodást a sporták történetében, ugye Hári Jánossal, és 3 éves megállapodást Bartolis Istvánnal, tehát egy hosszú távú elköteleződést a klub részéről is, ami azért a mai gazdaság, tehát a gazdasági, a sportágra, vagy a sportra jellemző gazdasági viszonyok között azért egy komoly vállalás, ami azt mutatja, hogy igenis van hosszú távú elképzelésünk arról, hogy is nézzen ki ez a fehérvári jégkorong, vagyis legalábbis a fehérvári jégkorongnak a nemzetközi profi ligában szereplő része, és erre vevők voltak. Ez egy nagyon pozitív visszajelzése volt annak egyébként, amit Szélig Viktor general managerünkkel együtt fölvázoltunk magunknak, elterveztünk és elkezdtünk építeni, hogy hittek ezek a nemzetközi szinten is eladható és értékes játékosok abban, hogy érdemes itt játszaniuk, nem vesztik el a hitelüket, nem kerülnek Perifériára azáltal, ha a fehérvári jégkorongban
jégkorong mellé teszik le a voksukat, és itt írnak alá szerződést több évre. Hála Istennek, eddig szerintem az élet igazolja az ő döntésüket, illetve a mi döntésünket, hogy milyen irányba kell vinni ezt a klubot. És a remek szereplés is igazolja. És ugye csak egy zárójeles megjegyzés arra, az elején mondtad, hogy igen, ennek a Fehérvári Raktár utcának ugye van egy számunkra nem annyira szeretett, de tudjuk, hogy kedvelt elnevezése ugye istálló vagy disznó, akár a megye másik felében, akár Budapestről nézve is, amire, és ezzel nem voltam szimpatikus számukra, de már egy korábbi nyilatkozatot megtettem, és most is megismétlem, hogy lehet, hogy ez egy istálló, de a magyar hoki tekintetében egy sportautó áll benne, és addig nincs miért szégyenkeznünk. Igen, a Ferrari hasonlatot mondtam, így van. De ezt továbbra is tartom. No. És ezt nem úgy kell érteni, hogy nagy képűek vagyunk, hanem úgy kell érteni ezt a Ferrari hasonlatomat, hogy de itt olyan minőségi szakmai munka folyik, ami sehol máshol. Így van. És lehet, hogy egy istálló fedi le, de a benne folyó munka az nemzetközi színvonalú. És sokáig nem így lesz, mert hogy kell, hogy beszéljünk így a beszélgetésünk végén az Alba Arénáról. Régi álom valósul meg ezzel, némi húzavona után, de most már célegyenesben vagyunk, és én azt hiszem, hogy a jégkorongsport és általában igazi nagy ünnep lesz a jégkorongosoknak, és mindenkinek, minden fehérvárinak és minden jó érzésű magyar embernek, hogy egy ilyen bázis tudhat magáénak a csapat. Teljes mértékben egyetértek ezzel. Nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy el tud kezdődni ez a beruházás, és meg tud valósulni. Még amikor így az életutamnak egy szeletét taglaltuk, és ugye ott szóba került, hogy köztisztviselőként dolgoztam a Városházán, na akkor volt először az, amikor az úgynevezett általunk Alba Arénának elnevezett multi csarnoknak a kezdő lépéseit, a tervezéseit, stb. Csináltuk. Tevékenyen részt vettem benne, mint köztisztviselő. Ezen a területen is tudtam dolgozni akkor jegyzőurékkal, úgyhogy ott voltam, amikor a Kossuth-díjas tervezőcsapat megmutatta az első skicceket, aztán a végső vázlatokat. Aztán ugye nagyon hosszú kifutása lett ennek az egész történetnek, mire most arról beszélhetünk, hogy a legutóbbi döntések alapján el fog készülni. Szerintem kifejezetten szüksége van rá, nem csak a fehérvári jégkorongnak, hanem általánosságban véve a fehérvári közösségnek. Kell nekünk egy ilyen modern sport és mondjuk a kultúra és akár a vásároztatás területén is nagyon komoly rendezvényeket befogadni képes csarnokra. Ha csak a jégkorongot nézzük, hiszen ez az én területem, kifejezetten fontos és üdvözlendő lépés ez. Kellett egy olyan új csarnok már ennek a sportágnak, ennek a csapatnak, ahol sokkal kulturáltabban tudjuk fogadni a nézőinket, sokkal kulturáltabban tudjuk fogadni a támogatóinkat, a szponzorainkat, mindenkit, aki érdeklődik a jégkorong felé, és én nagyon remélem, hogy a kulturált szurkolási környezet és az infrastruktúrális háttér még többekben majd meghozza azt az elhatározást, hogy kijönnek a Fehérvári csapat mérkőzésére. Ehhez természetesen nekünk tartanunk kell azt a vállalásunkat, amit tettünk a város polgármester úron keresztül a város felé, hogy ahogy ez a csarnok készül, mi abban az évben igyekszünk ezt a csapatot építeni, fejleszteni. Nyilván ehhez elengedhetetlen az utánpótlás műhelyekben folyó munka, hiszen mindig kellenek olyan friss fiatal magyar srácok, akik képesek ezen a szinten belépni ebbe a történetbe, és mindig lesz magyar magja ennek a csapatnak, de képesnek kell lennünk arra, hogy olyan erőnk legyen, hogy nemzetközileg is jegyzett légiósok tudják segíteni az itteni eredményességet. Ez egy elég komplex feladat. A Szent Háromság bűveletében csináljuk ezt a dolgot, mindig szoktam mondani. Fiatal magyarok, meghatározó magyar válogatott játékosok, és az elvárt teljesítményre képes légiósok. És ha ez összeáll, akkor remélem, hogy méltó csapattal fogjuk tudni majd az első korongbedobáskor képviselni a fehérvári jégkorongot egy ilyen csarnokba.
Én bízom benne, hogy így lesz, sőt, hát biztos vagyok benne. Nos, hát én köszönöm a beszélgetést, és zárásul minden jégkorongrajongó és minden sportkedvelő nevében azt kívánom egyik oldalról, hogy akkor most az Ice Ligában a legjobb négy közé jutás, a Titánok állja meg a helyét, és olyan játékosok nevelődjenek, akik majd az első csapatnál is hasznosak lehetnek. A töpörtjük pedig rajongva figyeljék a nagyokat, mert és szeressenek a szüleikkel együtt, szüleik segítségével azzá válni, ami majd a mi örömünkre szolgál. És hát és mindezt persze a csarnokban. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm, tökéletesen összefoglaltad, hogy mi a feladatunk a jövőben. Én köszönöm, hogy itt lettem. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Gál Péter Pál volt, a Fehérvár AV19 elnöke. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra.